Sziasztok, Marci vagyok, és újra magyarások. Újra, mintha olyan gyakran lenne. Régen gyakran is volt, de most már azért, ugyebár annyi időm nincs, és hagyjatok békén Skype-on. Jó, az alatt, mi alatt nem volt rész, az alatt, nem tudom, egy és fél hét alatt egy kicsit szaporodtunk. Nem úgy. Hanem egy kicsit szaporodtunk így gépügyileg, creeper ügyileg. Ez itt az a gép, ami nem működik annyira, ahogy kéne. Mert ennek úgy kéne működnie, hogy gyémántot tud generálni kőből. Erről volt egy videó, lát belinkolom leírásban, nem tudom, hogyha megtalálom. Szóval ez a videó az annyi volt, hogy itt ha elindítod a szerkezetet, akkor creeper. Szóval itt ha elindítod a szerkezetet, akkor gyémántot kéne generálni. Húzzá. Oké. De viszont nem generál gyémántot, csak követ simán. Úgyhogy ez nem jó. Úgyhogy simi. Hiába építette, vagy egy és fél órán át. Mert rábíztuk a feladatot. Jó, aztán még mi minden történt. Itt talán van, oké. Annyi történt, hogy mondjuk itt a tehén farmból elfogytak a tehenek kétszer is. Most azt hiszem, hogy nincsenek. Hívnak Skype-on. Így már sokkal jobb, hogy nem hívnak. Úgyhogy igen. Ja, itt van Csipi nyughelye. Ez egy csirke volt, és feltétlenül megöltük. És majd csináltak ilyen síremléket. Szóval, mi minden történt ez alatt az idő alatt? Semmi. Ez mióta van így homokkőből megcsinálva? Mindegy. Szóval, itt van néhány gólem. És mindjárt megmutatom, mennyi vasunk van. Ennyi rózsánk, és ennyi vasunk. Bizony. Amit, ha van kedvetek, számoljatok ki. Számológép a barátotok. De ez azért elég. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és fél stack. Nem mondom, hogy kevés. Az se ugyan rohadt sok, de nem kevés. Persze ezt meg át kell alakítani, meg minden. Szóval ezt át kell alakítani. 9-szer kell megszorozni még, hogy kijöjjön a igazi mennyiség. Ezben lapakolok, már építettem, azt majd megmutatom, hogyha kész. Azt a vasat felhoztuk, úgyis kevés van. Kevés, már mint értitek, remélem a iróniát. Oké, lapakolva. Kő az ide mehet. Mit keres a kőné, alma? Nem baj. De baj, igazából. Szóval az a szerkezet működésképtelen. Azóta nagyon más dolog nem történt. Itt van Steve Farmi, ami nem üzemel. Ott van. Gondoltam, hogyha már ez ilyen, hogy minden blokkot így összeraktak és lett belőle, akkor ennyi erővel alapon építettem meg ezt. Remélem szintén érthető az irónia. Minden blokkot összeteszek, egy gyémánt lesz, de nincs egy gyémánt. Oké, még mi minden történt velünk mostanában. Semmi. Nem, azt hiszem még nem láttátok, hogy a enchanting table át lett helyezve. Mégpedig oda föl. És hogy most hogy jutunk oda föl, nem tudom, mert létrák hiányoznak, amik ott voltak, csak nem tudom, kizette le. Valahogy feljutunk. Valahogy. Hát nem erre. Oké, akkor megkerüljük az egész hegyvonulatot. Nagyon hegyvonulat. Hát mert mindenbe lehet menni.
így, így föntről bekukkantani, kevésebb fér, se nehéz ukrálni. Áha, elvileg itt át tudok menni. Egészen odáig. Bravo, bellissimo. Szóval itt van az enchant részleg. Könyves polcokkal meg mindennel. Egyszer ezt meg nem is láttam még. Persze, felvezető. Na, no. Profi vagyok, tudom, meg minden. Itt lett alá téve a pressure plate alá ilyen dolog, hogy akkor már szórjon meg, hogyha menteni akarsz. És nagyon sok dolog tényleg nem történt. Legalábbis nem tudok róla. Akartam sok mindent építeni, de... nincs kedvem. Annyi történt még, hogy mai... Most Wantednak írta be tagot, mert ott a teheneket eltüntette, hogy így mondjam. Az a ló az mindenhol van. Múltkor ott volt, bemutatom, múltkor, ahova közelítek helyen, ott egy creeper is, de nincs. Ott bent, abba a barlangba volt. Szóval hiperaktív ló. Na jó, megmutatom nektek, mit építek. Lehet, hogy sejtitek, nem mondom el, csak így megmutatom. Ha tudjátok, írjátok le. Kommentbe. Tudjátok, ott alul az a dolog. Megmondom, nincs kész még. Nagyon nincs kész még. Én haladó állapotban van. Valamivel felmászok magasabbra, aztán megmutatom. És készüljetek fel a látvára. Még ronda egyelőre. Nem tudom, szerintem tudjátok mi ez. Ha meg nem, akkor nem. Au. Itt bejuthattok. Kijutni már kérdés, hogyan fogunk? Nem ugrással, hanem mondjuk abban, hogy ezt kitöröm és mellette elmegyek. Ez ilyen nézőtér lesz. Itt valamilyen standok vagy valami. Föl lehet jutni a nézőtérre, ahonnan átlátni az egész pályát tökéletesen, és ezt még be kell fejeznem. Így. Ez itt be van fejezve, ezen már nem kell semmit se csinálni, nem tudok beugrani, vagy be tudok, csak az gyakorolni kéne. Jó, nem tudok beugrani. Szóval ez itt még fejlesztve lesz, majd a következő videóban szerintem már kész lesz, amit nem tudom mikor veszek fel, amikor időm lesz. Igazából déltanonként van mindig időm, nem olyan sok, de van időm, ugyanis iskola az max szivat nagyon. Mármint nem szivat, csak olyan furcsa, hogy most már iskola is nem ülhetek nagyjából egész nap így a gép előtt. De nem baj, ezt is abszolválni kell. Nem tudom, láttátok-e már Steve új házát, talán ő még nem tartott, hogy ezeket mutassa be, ő még a régit mutatja csak be, ami ott van a eredeti helyünkön, viszont ő egy kicsit elköltözött pontosan ide, miért kerülöm meg. Szóval ő ide költözött, és ilyen valamit épít ide, bármi is ez. Tripla ajtóval. Nézzük meg, mi mindent kaphatunk tőle. Dia Armor, Fire Resistance, Fire Resistance. És Blaze Powder, rakunk egy Fire Resistance-t. Rögtön ki is próbálhatjuk. És akkor nézzük, mit tud a kicsike. Oké, ússzunk egyet. Eljött, nem lát semmit. De nem baj. Legalább tudunk egyet úszni. Megnézem, milyen mély az egész. Csak először is 15 FPS-en van. Jó, akkor 31. És nézzük meg, meddig merülünk le. Ebből a nagyon gyors merülés. 31. És 24-ig tudunk lemerülni. Biome Hell. Nagyon jó.
Szép lassan fel is tudunk jönni. És most megmutatom nektek, hogy hogyan lehet feljutni a Nether tetejére. Első lépés, hogy megnézzétek itt a koordinátaitokat, és a Y koordináta, ugyebár a magasság, amit itt láttok. Ez itt 124. És 126-nak kell lennie ahhoz, hogy már csak egy réteg bedrock legyen a föld fölött. Föld fölött, fejed fölött. Úgyhogy úgyhogy addig kell keresni, amíg 126-ig nem tud feljutni. Hogyha találtatok olyan helyet, mint én találtam, hogyha idejövök, és itt már látom, itt van 126 pont, itt ez a Back to Game-nél, hogy 126.620, ez a Ice Position. Szóval itt már csak egy réteg bedrock van a fejünk fölött. Itt annyit kell csinálni, letesztek ide egy létrát, ide visszarakjátok a blokkot, és az Ender Pearl-rel nagyjából, szóval miután egy gyors telefont elintéztünk, folytassuk. Úgyhogy oda a létre, és a bedrock közé kell valahogy juttatni azt a szemet, nagyjából oda, és egy fontos dolog van, igazából kettő, nyomni a V-t előre, és az ugrást egyszerre, amikor oda nyomjátok a, ezt, mi ennek a neve, Ender Pearl-t. Szóval 3, 2, 1, hoppá, itt vagyunk a tetején, és itt vannak ezek, itt ezek a dolgok itt, amiket építettünk. Viszont egyetlen fontos dolog van, mielőtt jöttek, ne felejtsetek el hozni magatokkal obszidiánt, és egy flint and steel-t, ugyanis ha lejöttetek, nincsen visszaút, esélyetek sincsen sehogy se visszaütni, csak ha meghaltok, de gondolom meghalni meg nem akartok, szóval itt beüzemeltek egy portált, megjegyzitek a fenti koordinátákat, és visszajuttok. Úgyhogy ennyi a feljutás, és ennyi ez a videó is, ugyanis szerintem már más nem kell benne bemutatni, úgyhogy most innen a Netherből köszönök el! Köszönöm.